Na, először is a miénk az egy kicsit bizniszesebb előadás lesz. Ennek az oka az, hogy a stádium, ahol vagyunk, az nagyon kezdeti. Szóval szeretem az órákat. Méghozzá azért, mert szépek, mert státuszt reprezentálnak, és mert az egyetlen férfi eszközök, amit fel tudunk venni. De van egy kis baj velük, az, hogy az időt megmondják, az a mai nap már nem elég. Ennél több kell. És akkor itt jöttek ugye az okos órák. De az okos órákkal mi a baj? Ha megnézzük őket, akkor valójában kis gagyi kütyük, és nap mint nap lemerülnek ráadásul, ami eléggé nagy problémát okoz, egy szar user experience. A harmadik az pedig az, amit hogyha jobb oldalt láttak, az az, hogy az esetek nagy részében ezek fekete képernyők, csak úgy, mint a telefonjaink, és nem azok a gyönyörű óralapok, mint amit egy tradicionális órán használhatunk. És itt jön igazából a Minit-nek az ötlete, mert a Minit az első olyan hibrid óra, amin egy ilyen tradicionális kinézetet fog varázsolni az okosóráknak. Fizikai mutatókkal fog rendelkezni, és ez alatt lesz egy energiahatékony kijelző, ami IP-pör lesz. Az energiahatékonyságot másik oldalról is megfogtuk, egy átlátszó, egy 90%-ban átlátszó szolárpanelt szeretnénk beépíteni az órába, amivel el tudnánk érni azt, jelenlegi számítások szerint így már 5-6 mérnök ezt így már validálta, hogy kijöhet, hogy nem merülne le az óra, ami ugye egy nagy előrelépés lenne. De harmadik, megkapnánk ugyanazokat az értesítéseket, ugyanúgy aktivitást tudna mérni, ugyanúgy időt mutatna, mint ahogy a többi okos óra a piacon, például a barátnőmtől, Emmától. Jó kérdés, hogy miért egy ilyen cápákkal teli piacra akar belépni az ember, ahol vannak már tradicionális órák, vannak már okos órák. Pont azért, mert egy hibrid óra nincsen, és másrésztről pedig azért, mert más startup vállalkozások, Nevo, Withings és a Pebble is sikeresen belépett erre a piacra. 8 őrült óraszerelmes csinálja most ezt a projektet. Olyanok, akik már nyertek Red Dotot óradizájn miatt, olyan srácok, akik nagyon értenek a kis eszközökhöz, biznisz srácok, akik viszik vezetési, illetve projektmenedzsment oldalról ezt az egészet, illetve marketinges lányok, akik pedig segítenek, hogy egy brand épülhessen ez egész köré. Az órát egy ilyen 250 dollár körüli ára szeretnénk kihozni, ez ugye az okos óráknak az alja. Nagyjából 80 dollár az, amit most így látunk, hogy közvetlen költség lenne az óránál. És egy 300 milliós piacra lépne ki ez az óra, tehát hogy évente ennyit adnak el hasonló árban tradicionális órákból. Egy kis projektterv. Most jelenleg három dologgal foglalkozunk. Egyrésztről felveszük a kapcsolatot a beszállítókkal, építjük a kis deszka modellünket, valamint mi keresünk pár embert, akivel kiegészült ez a csapat, főleg itt ilyen mobil alkalmazás, illetve ilyen gépészmérnöki képességek tekintetében. Utána késő nyáron szeretnénk elmenni egy hardware inkubátorba, utána pedig crowdfunding következik, és áprilisban lesz a Minit-nek a láncsa. Egy challenging, abszolút terv ez amúgy. Ez kettőféle befektetés kell, az elején egy ilyen kisebb, ez lényegében az, hogy az emberek teljes mértékben tudjanak foglalkozni az órával, utána pedig egy nagyobb, ez már tartalmazza azokat a költségeket is, ami ugye az egyszeri fejlesztési költség, valamint a minimális gyártási számból adódó költségeket jelenti. De a Minit az több ennél, mert a Minit-et egy platformként képzeljük el a jövőben, ami lényegében tradicionális óra gyártóknak gyártana egy hardware szívet, amit ők bele tudnak építeni a házukba, és ezzel létrehozni azokat a tradicionális, de okos órákat, amik most még jelenleg nincsenek a piacon. Szóval a kérdésem az, hogy minek hordjunk kütyüket, gagyi kütyüket, amikor itt vannak ezek a gyönyörű órák, amiket már eddig is szerettünk, inkább forradalmasítsuk ezeket. Köszönöm szépen! Nekem nagyon tetszik az ötlet, imádom az IP-per dolgokat. Gondolom, hogy a fizikai mutató az a képernyő frissítés miatti energiaspórolás
sor függhet össze többek között. Igen, egyrésztről egy hasznos dolog ez is, másrésztről pedig azt vettük észre, mert kutatások ezt mutatják ki, hogy a 77% az óráadásoknak az fizikai mutatós órákból van, tehát ilyen mechanikai órákból. Az emberek egyszerűen szeretik a mechanikus órákat. És akkor a második rész a kérdésemnek, hogy hogy lesz hely egy házban analóg mechanikának, ami a mutatókat hajtja, és a ti hardware szereteknek. Igen. Az igazság, hogy ez nem egy teljes értékű óraszerkezet lesz belülről, hanem egy kicsit egy ilyen szoftvervezérelt sztorit képzelünk el. Amúgy van már a piacon egy olyan, aki foglalkozik ilyennel, a Widings, nem tudom, hogy ott ismeritek-e, a CERS-en jöttek ki most 2015. januárjában, és ők annyit csináltak, hogy egy klasszikus óralap, mellette pedig egy aktivitásmérés, és mind a kettő mutatót szoftveresen vezér, vagy mind a három mutatót szoftveresen vezérlik. Igen, a pozíció alapján az időzóna átállítja császlatomatát. Így van, így van. Ott volt még egy kérdés. Igen? Akkor jól értem, hogy itt van a kóra kezemen, akkor ennek közöttük az üveglapját cserélnétek le, meg a hátlapjában lenne egy elektronika, az üveglap lenne egyszerre napelem, és elnyit kijelző, és alatta egy elektronika? Hát, hogyha így rétegekbe akarjuk nézni, akkor valahogy úgy kell elképzelni, hogy egy kapacitív képernyő, alatta a mutatók alatt ez az IP-pör, bocsánat, a mutatók felett még van ez az átlátszó szolárpanel, mutatók alatt az IP-pör, alatta az MCU, rezgés, stb. Tehát, hogy minden oda integrálva, és akkor alatta pedig egy aksi, és ugye ez egész az egy házban. És akkor az IP-pör mindig itt akarja a mutatóit? Igen. Igen. Ezért tervezzük amúgy azt, hogy megpróbáljuk visszalépkedni igazából bármelyik dizájnunkra, hogy nagyon vékony mutatók vannak, és lényegében a 3 meg a 9 óra az az a két sáv, ahova nem igazán élik kiírni semmit, úgyhogy azt úgy oldjuk meg, de valójában, hogyha átmegy egy ponton, attól még az teljesen értékben kiolvasható lesz. És ilyen szoftver mindig tudja, hogy hol van a mutatókat. Igen? Hát lényegében, amit meséltem a végén, ez a platform, ez csak etikusabb oldalról megközelítve, tehát egy partnerséget kötve velük. A kérdésedre visszatérve, ez a Rolex téma jó, hogy felmerült, ugye a Rolex órák, illetve a svájci órák, ezek az 1000 dolláros árkategóriák, nem őket szeretnénk célozni, mi azokat az embereket akarjuk célozni, akik fiatal amerikai srác, éppen ott hagyta az egyetemet, belépett a munka világába, szereti a stílusos eszközöket, de mellette szüksége van azokra a pörgő világban lévő információs igényekre, amit ugye mostanában kapunk. Tehát, hogy lényegében a fosszillal akarunk versenyezni, vagy a dízellel, nem egy Rolex-el. Nem teljesen ez volt a kérdés, tudom, de... Igen? Miért nem mozgatjátok be a mutatókat egy adott pozícióval, amikor az okos funkciókat használjátok? Hogy nem mindig mást akarjanak. Igazából ezek mind nyitott kérdések még. Tehát, hogy a lehetőségek határtalanul, képzeljétek csak el így, hogy szoftveresen vezéreljék, mondjuk turn-by-turn navigation-re használni ezeket a mutatókat, de akár lehet ez is, amit te mondasz, és akkor soha nem takar ki semmit. Még nem döntöttük el. Igen, Franciaországban dolgozik egy cég rajta jelenleg. Most májusban tervezünk kimenni hozzájuk, mert nem tudjuk, hogy milyen stádiumban vannak, de abszolút Solar Partner Technologies. Igen? Nem hallok, bocs. Design? Igen. Igen, tehát ez egy early stádiumban álló sztori. Kész van a design, készen van egy core csapat, ennek még nyilván bővülnie kell, de azért már haladunk.
illetve elkezdtünk kapcsolatokat felvenni üzleti oldalról, befektetőkkel, inkubátorprogramokkal, illetve hát ami fontos, a beszállítókkal, hogy tudjuk azt, hogy mennyibe kerül, mekkora méretben van, stb. Utolsó kérdés. Nekem igazából ez a 80 dolláros becsülés tűnik nagyon alacsonynak, de nem tudom, hogy ezt hogy mértétek föl. Alibabán. Nem, most viccen kívül, tehát hogy azért az Alibaba az egy nagyon jó közelítés. Tehát, hogyha végignézsz az összes alkotóelemén, nyilván a ház az egy speciális ház lesz, most megnézel ott egy óraházat és 3 dollárba kerül, az nem 3 lesz nekünk, hanem 10 mondjuk, mert kisebb méretben rendelünk, de egy, mivel standard motor teszünk bele, rendkívül motor, ezek azért jól becsülhető dolgok. Köszönöm a lehetőséget, hogy prezentáltam nektek, és akkor ez a VR hiring story az nálunk is működik. Reklám helye, mobil alkalmazás, illetve gépészmérnök srácokat, mechatronikusokat keresünk a csapatban. Keressetek meg nyugodtan a meetup után. Köszönöm.